Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. A közelmúltban adták át az Ajkai Sportcentrumban a Center pálya új világítását. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Új létesítménnyel bővült az Ajkai Sportéletnek helyet adó sportcentrum. Átadták azokat a nagy teljesítményű lámpákat, melyek a játék minőségét segíthetik. A 400 milliós kormányzati döntés által hozott stadionfejlesztési beruházásnak az első lépése. Megvártuk a játékosokat, mert Magyar Kupa mérkőzésen voltak Jászberénybe, és mindenki kiment a játéktér közepére, és megnézte önmagát, hogy néz ki teljes fényben, teljes világítással. Nagyon örültek a játékosok egyáltalán, hogy Ajkán ilyen léptékű fejlesztés történt, és hogy villanyfényes meccset játszottunk egyáltalán. Soha nem hitték volna Ajkai, főleg az Ajkai illetékesük játékosok, hogy valamikor eddig eljutunk. Az elmúlt 4 évben a TAO pályázatok segítségével jelentős fejlesztéseket valósítottak meg. A műfüves pálya, az élőfüves pálya újraépítése, valamint a lelátó fejlesztése voltak az eddigi fejlesztések jelentős állomásai. Elsőben a pályákat szerettük volna korszerűsíteni, mert meglehetősen színvonaltalanak voltak a pálya minőségei egyébként. Minősége. Nálam, ha egy pályán a kapolétér ki van tiporva, akkor az falusi libalegölő és nem több. Ma elmondhatjuk, hogy a főpálya csak arra használjuk, hogy mérkőzést játszunk rajta, és legfeljebb a pénteki edzések történnek ezen a játéktéren. Az összes többi edzés egyébként és valamennyi más tevékenység az a kiszolgáló pályákon bonyolódik. Úgyhogy az első ütemben ezt szerettük volna valamilyen szinten elérni. A továbbiakban szeretnénk olyan kompletté tenni a létesítményt, amely kompletté lehet tenni. Nevezetesen az Andi elfelejtette mondani, de műfés pálya van még tervbe, a régi bitumenes kézdőpályának a műfősítése. Egyiket megcsináltuk ide évbe, a következő a 15-16-os TAO-s évben szeretnénk beborítani műfűvel és világítással ellátni. Valamint a pálya vízelvezetését megoldani, ezzel csapadékvízre gondolunk, mert a csapadékvíz elvezetés meglehetősen sok gondot és problémát okoz számunkra, ugyanis a városban legmélyebb pontjáról beszélünk, ahova a csapadékvíz komoly esőzések alkalmával összegyűl, és talán utoljára innen megy el, innen folyik el. Az átadó ünnepségen részt vett a kivitelező Elios Kft. Vezetősége, valamint az MLS képviseletében jelen volt az európai ezüst és bronz cipős, 44-szeres válogatott sportlegenda Dunai Antal is. Hát nem voltak ilyen lehetősége, mint ma a mai fiataloknak, ugye, műfő, stb. Sportcentrum, minden, ugye, egy liba legelőn, ugye, az utcákon, hát homokos, göröngyös talajon futballoztunk. Azon kívül ugye mi Duna mellett, ugye Dunának van egy melegága, Sugavica, Petőfi-sziget az ugye, amikor megárad, kijött, akkor visszamaradt a homok, hogy bokágérő homokba játszani, ott a labdát vezetgetni, ha ott az ember megtanulja az alapokat, akkor már sima műfűvön, majd későbbek folyamán, vagy szép zöld természetes fűvön már jobban tudja, hogyha a göröngyösön tudja. Tehát sok minden meg lehet tanulni az utcán, ma más világban a fiatalnak sok minden más lehetőségük van, ugye az internetől kezdve ezek a modern dolgok, ma már ugye, hát ez nekünk idősebb magas nekem is, bár valamit konyítok hozzá. Hát aztán ugye az ember mit lehetett akkor csinálni? Elhatároztam fiatal koromban, a suli nem nagyon ment. A suliba hazajöttünk, a táskát bedobtuk a sútba, ugye, vagy a táska volt a kapu. Ugye a osztálytársaimmal csináltunk két-két kaput, aztán foci. Hát késő estig játszottuk, nem néztük, mint ma már egy fiatal nézi, hú, már fél órát játszottam, akkor már megy be, meg mind ugye van más dolga is, meg nyelvet tanulni, meg a házi feladatokat, meg minden, akkor is volt, de nem ennyire, és nem törődtünk annyira a dologgal. A jó minőségű közönség vonzó játékhoz ma már szinte minden adott a létesítmények terén, így a jövőben a játékosokra is koncentrálni kell. Egy bajunk van a játék minőségét illetően, hogy nincsenek még kifejezetten ajkai életőségű játékosok az NB2-es csapatban, bár helyek közel néhányat már találunk, a Pavlicki Balázs, tulajdonképpen a Pálkai Gergőt ajkainak mondhatjuk már, Márk Milány Irádi, a Völgyföldi ajkai gyerek, tehát néhány mutatóban már van egy-két játékos, de azt szeretnék egyébként, hogy a meghatározó része a csapatnak ajkai nevelésű futballista legyen. Baj az, hogy tehetséges korban, 14-15-es korban elviszik a gyereket akadémiára, mert úgy gondoljuk egyébként, hogy az akadémia azért egy olyan
minőséget ad a játékosoknak, amit mi nem tudunk semmiképpen sem biztosítani. De akik itt maradnak, azért igyekszünk olyan utánpótlás nevelést és olyan utánpótlást bázis biztosítani, hogy legalább NB3-as szintű futballisták kinevelődjenek. Én azt gondolom egyébként, hogy az akadémia arra van, hogy NB1, NB2-t, NB2-es futballistákat képezzen, neveljen. A csapatok, főleg az NB2-es csapatok elsőben NB3 megye első osztályú szintű futballistákat tudnak képezni, mert úgy gondolom, hogy az eszközök és a lehetőségek erre adottak és erre predesztinálja őket. Most úgy gondolom, hogy ez a bányászpálya területén létrejött beruházás lehetőséget ad arra nekünk egyébként, hogy nagyon szép, nagyon komoly, nagyon színvonalas elhelyezéssel tudjuk a gyerekeinket nevelni, illetve képezni. Nagyon bízom abban, hogy az edzői munka is lassan-lassan olyan szakmai stádiumba és státuszba ér, hogy minőséget is fogunk tudni az NB2-es csapatnak biztosítani.